Nagy tisztelettel köszöntöm a Városi Tévi Keresztül Közösségi Lakosságát, a képviselőtársaimat és a képviselő testületülésünkön megállapítom, hogy hétfővel jelentünk meg a mai ülésen. Ragó képviselőtársam és Kovács Nisztűs Noémi jelezte, hogy egyéb elfogadtság miatt nem tud részt venni, az ülést határozat képesen nyilvánítom. A napirendi pontok kiküldése kerültek, amelyben még az elején kis módosítást eszközölnék. Az egyebekben két napirendi pontot szeretnék felvenni a tárgyalásra. Egyik hozzájárulás a Hunyerex Német Juhász Kutya Egyesület közösségi szervezet székhely bejegyzéséhez, másik javaslat fizetés ütemezés elfogadására a Hungas Vital Kft-vel szemben. Más javaslat nem érkezett. Ezek a napirendi pontokat javaslom az átülés a 14 és a 17-es napirendi pontok között és előtt megtárgyalni. Ezzel a módosítással teszem föl a napirendi pontokat. Kérem, aki ezzel egyetért, készményújtásra jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú elfogadásra került. Mielőtt átkérdődnénk a napirendi pontokra, tájékoztatom a tisztelt jelenlévőket a két ülés között végzett tevékenységemről. 2018. június 28-án volt az utolsó soros képviselőtestületi ülés. 2018. augusztus 28-án rendkívül képviselőtestületi ülés volt. 2018. augusztus 1 és 6-a között a városban dolgozó, többek között a városban dolgozó pedagógusokkal, tanárokkal, logónőkkel, dajkákkal, intézményi dolgozókkal látogattunk el egy pályázatnak köszönhetően testvértelepülésünkre Zabonára. 2018. augusztus 19-én a 4. legyen táncfesztiválon voltam. 2018. augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Szentmisén vettem részt, majd a templom kertben tartottunk megemlékezés koszorúzást. 2018. szeptember 22-én az Egri Szöveti Fesztiválon vettem részt, ahol a székelyföldre bemutató kulturális és gasztronómiai rendezvény volt. Itt szintén részt vett testvértelepülésünk Zabola képviselő és a polgármester úr képviselte a testvértelepülésünket. Óvodavezetőkkel, iskolaigazgatókkal, rendőrkapitányság vezetőivel, egészségügyi központ vezetőivel a kapcsolattartásom folyamatos volt. A lejárt határidejű határozatok kiosztásra kerültek, ugyanígy a lejárt szállítói állománynak alakulásáról szóló tájékoztató, kérem mind a kettőnek a tudomásul vételi. És akkor át is térünk az első napirendi pontunkra. Nem képviselő bizottsági tag megválasztása és eskütétele. Én köztük mondom máshogy Somogyi Imre György önkormányzati képviselővé vált, és így az egészségügyi, szociális, kulturális és sportbizottságban töltött tagsága megszűnt. Ezért keresnünk kellett ide egy alkalmas személyt, aki segíti továbbiakban a munkánkat. Meg is találtuk Molnáni Bocsikatlan személyében, akit itt köszöntök, és javaslom, hogy őt válasszuk meg ennek a bizottságnak a tagjára. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatosan van-e egyéb javaslatuk, észrevételük, hozzászólásuk. Egy kis bemutatkozás kérhetnénk el. Akkor egy kis bemutatkozás kérhetnénk. Üdvözlök mindenkit! Molnárné Bocsi Katalin vagyok, Füzesabonyi lakos. Van egy kis vállalkozásunk, egy élelmiszer volt, egy cukrászda, egy zöldséges. 98-ban férhez mentem, van két gyermekünk, az nagyobbik ő besegít, a kisebb pedig Egerbe jár az Eszterházi Károly főiskola, gyakorló iskolájában. Röviden ennyi. Nagyon szépen köszönöm. További észrevételt, amennyiben nincs szavazásra, teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, az kérem készpontításra jelezzen. Megállapítom, hogy egyhangilag elfogadásra került, és mivel tudjátok, hogy az eskühöz kötött pozíció, akkor most az eskütétel következik, mielőtt áttérnénk a második napirendi pontra. És akkor megkérem, hogy ment utánam, és a végén meggyőződésed szerint majd én. Molnárné Bocsi Katalin.
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez. És annak alaptörvényéhez. Hű leszek. Hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. Bizottsági tagsági tisztségemből. Bizottsági tagsági tisztségemből. Eredő feladataimat. Eredő feladataimat. Füzesabony város fejlődésének. Füzesabony város fejlődésének. Előmozdítása érdekében. Előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorolom. A magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segít. Isten engem úgy segít. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Hát is térjünk a második napirendi pontunkra. Javaslat Füzesabonyváros Önkormányzat képviselő testületének önkormányzati rendeletére a 2018 évi költségvetési előirányzatról. Hát is adom a szót dr. János István képviselőtársamnak. Köszönöm a bizottságunkban, a bizottságunk is nagyon tartalmas szállatot elnyomott megtárgyalata, és egyébként a szöveges kiegészítés is minden pontosan tartalmazott. A bizottság is egyéb kérdés nem hallott a bizottság részéről. Azt javasoljuk a tisztelt képviselőtestületnek, hogy az anyagot gyorsan fogadja el, szavazza meg, nem tudom, hogy a képviselőtársának van egy kérdésük az anyaghoz. Amennyiben nincs, szabadásra bocsántom a remélet tervezetet, aki ezzel egyetért tényleg készül nyújtására össze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra kerül. Hármas napirendi pont. Tájékoztató 2017 évi konszolidált beszámolóról. Dr. Gondos képviselőtársam is szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ezen anyagot is megtárgyalod a bizottság, úgyhogy itt azon hangozottak el kérdések. Így megkérdem a jogtalmunkodást, hogy egyébként egész szépen, hogy mindenki számára a köszönöm a szót. A konszolidált beszámolt a Magyar Állami Pénztár készíti. 2018. május 31-én a képviselőtestület elfogadta az éves költségvetési beszámolónkat. Akkor is tájékoztattuk a képviselőtestületet, hogy amennyiben változás történik, arról azt képviselőtestületi ülésre behozzuk napirendi pontként. Ilyen változás a kincstár felől nem érkezett. Kincstár összevontan elkészítette a beszámolónkat, és ezt kérem szépen, hogy fogadja el a képviselőtestület. Köszönöm a szóval kérdést. Kérdezem a képviselőtársamnak van egy kérdés. Köszönöm. Amennyiben tűnt szavazásra bocsájtom a beszámolót, aki ezzel egyetlen kérem készfenyújtással jelezzen. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. Négyes napirendi pont. Tájékoztató Füzesabonyi Városi Önkormányzat képviselőtestület 2018 évi gazdálkodásának féléves beszámoljáról. Gondos képviselőtárs. Köszönöm. Hasonló az előző napirendi pontunkhoz, a tájékoztató eléggé alapos és minden számot pontosan tartalmaz, azonban, hogy kielégítő, azonban kérnék rövid szóval egy kiegészítést az anyaghoz. Köszönöm. Kiegészítésként annyit szeretnék elmondani a féléves beszámolóhoz, hogy 2018. július 26-án hatályba lépett az államháztartásról szóló törvény 111 paragrafus 3-as bekezdése, amely szerint az önkormányzat részére az uniós forrásból származó támogatásokat kincstári számlán kell továbbiakban nyilvántartanunk, illetve kezelnünk. Tehát a jelenleg pénzintézeti számlákról be kell, hogy utaljuk a kincstárhoz a támogatási összegeket. A 14 Európai Uniós számla megnyitására kerül sor, 8 már megnyitásra került, 6 még folyamatban van, és a számlák száma is bizonyítja, hogy az önkormányzatunk jelentős támogatási összeget elnyert. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez a rendetes is reméljük, hogy ez így folytatódik. Kérdezem képviselőtársamnak a kérdésközömet. Én azért megkérdezném, hogy ennek a technikai bonyolítása majd hogy lesz, hogyha pályázatok ütemezésében kifizetésekre kell, hogy sor kerüljön, akkor kell még külön engedély kérni, jóváhagyást, vagy az önkormányzat a kincstáron keresztül közvetlenül hozzáfér a pénzéhez?
a kincstár, hogy az önkormányzat hozzáfér a pénzünk pénzéhez, tehát csak annyiból lesz rosszabb, hogy most már kézzel fogunk utalni, mert mint az eddigi fennálló számlánkat is, úgyhogy rendesen átutalási módszer, nem, tehát nincs kötött, nincs engedélyhez kötve. Korlátozása sincs, annyi, hogyha jelentősebb összeget, 5 millió forinton felüli összeget utalunk, azt egyeztetjük a kincstár munkatársaival. Köszönöm szépen. Nem tragikus a helyzet, csak megnehezített a pénzügyesek életében. Akkor talán a kérdés észrevételnek kapcsolatosan, amennyiben nincs kérdés, szavazásra bocsátom a tervezeti javaslatokat, ezzel egyébként az mondatásra lesz. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra került. Ötös napi rendi pontunk javaslat, különösebb a negyedépés, hogy három számolat ingatlan társasházi panelális felújításához lehető önkormányzati támogatásra, mondjas képviselőtársra. Köszönöm a szó, polgármester úr. Itt ugye arról van szó, hogy a negyedépés, hogy három számolati B, és egy lépcsőház szerette volna a kötőszerkezetét helyrehozni, hogy ne állazom be az épület. Ugye benyújtott hozzám egy pályázatot, ugye még lehetősége is van 700 ezer forint visszaengedély támogatásra. Mondom, a rendeletünk ugye azt tartalmazza, hogy csak és kizárólag akkor vagyunk, vagy akkor dönthetünk ilyen támogatást utalására, hogyha nincs köztartozása a hóban, hát pedig kiderült, hogy van. Úgyhogy emiatt a pályázat nem felel meg a rendeletünknek, így sajnos arról kell a mai napon döntenünk, hogy nem tudjuk támogatni ezt a kérelmet. Miközben már felvettem a kapcsolatokat is képviselővel, és nyilván biztatom arra, hogy ezt jövőre újra nyújtsa be, és ugye próbálja meg a lakókkal ezt rendezni, hogy kinek van köztartozás az önkormány felé, hogy ezt rendezze, hogy ne legyen akadálya a későbbi nyertes pályázatnak. Röviden erről van szó, erről kell most nekünk dönteni, nem tudom, van-e kérdés ezzel kapcsolatban. A határidők nem teszik már lehetővé a nyertpótlást, vagy az önkormányzat? Itt az a helyzet, hogy mi hiába adnánk a támogatást, tehát tartozással rendeztem, tehát ez már többi évben van nálam állapot, én úgy tudom, mert már volt próbálkozás, mikor a többi évületre adtunk támogatást, tehát ez azóta nem rendeződött, meg nem csak a tartozás volt, ha jól tudom, gondoltam, három ára járt, tehát egy ára járt nem elég. Tehát a következőnél is ez lesz a probléma. Az első jobb, azt szerintem könnyebb valósolható, mert nyilván beszerzi majd a három ára járt, de inkább a köztartozásokat ezt már nehéz lerendezni. Igen, tehát segíteni, hiszen a két legromlottabb társasházunk ez településen, de amíg tartozás van, mi sem tudunk segíteni sajnos. További kérdés észrevétel. Mennyire nem így szavazásra teszem a határozati javaslatot, a kérdezzel együtt kérem készfényújtásra jelezzen. Megállapítom, hogy egy hangulag átfogadásra került. Hatos napi rendi pont, javaslat fizessen Széchenyi István 6 számolatú ingatlan társasháza magánélés felújításához nyerhető önkormányzati támogatásra. Mondos képviselő, köszönöm a szót, polgármester. Ugyanebben a helyzet, itt viszont csak 300%-ot igényelt volna, azonban ugyanaz okok miatt, mint az előző pályázatnál nem tudjuk támogatni, mert akkor rendszeres értenénk, hogyha a pályázatot támogatjuk. Így négy biztatom, hogy ugyanaz a közös képviselő egyébként. Ugye ezeket a hibákat, amikről az előbb szó volt, ezt orvosolja és jövőre nyújtsák be a pályázatot. Köszönöm. Köszönöm kérdés ezzel kapcsolatosan. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a tervezeti javaslatot, a kezdve egy részfenyújtásra jelzni. Ennyire a kérdés, hogy tanulva a elfogadásra került. Hetes napi rendi pontunk. Javaslat állami tulajdonú közút ingyenes önkormányzati tulajdonvallásának kezdeményezésére van, de képviselőtársa. Köszönöm a szót, polgármester. Bizottságunk megtárgyalt az előterjesztési egyhangulag átadás javaslata. Megkérném Spesznyi Otto Valószínűját, hogy tegye meg a szóval egy kiegészítést. Itt a Kerecsendi út megosztásáról van szó, és a Kerecsendi út megosztását követően az ipari park előtti szakasznak az önkormányzati tulajdonba vételéről döntene a képviselőtestület. Kezdeményeznünk kell ezt a magyar állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit ZRT vagyonkezelésében lévő ingatlanra vonatkozóan. Javasoljuk a területterjesztésnek az elfogadását és a
megosztást követően az 586/23-as helyrajzi számú, vagy 22-es helyrajzi számú területnek az önkormányzati tulajdonban vételére. Köszönöm szépen az egészítést, nem tudom, van-e kérdés képviselőtársaimtól. Négyzetméterben van megadva, hogy mekkora területet érint ez a változtatás, úgy hosszúsága, ez mekkora szakasz? Hát a Dózsa-György úttól, illetve a Dózsa-György után, ha megnézed a megosztási vázrajzot, csatolva lett az előterjesztéshez Attila, ott látod, hogy honnantól kezdődni, és egészen ki a Kerecsendi út végéig, a Pikopak utáni részig. Most így hozva nem tudom nevetben mondani. A Kárpát postától érdekel, hát amelyik még nincs felül is volt. Kérdezem a kérdés visszavételt, talán hogy a nincs szavazási teszem a határozott javaslaton, aki ezzel egyet és jön részfényítással lesznek. Megállapítom egyetlen vagy elfogadását. 8-as napi rendi pontunk, javaslat Füzesemi Polgárőr Egyesület részére, helyiség védett biztosítására gondos képviselőtársának. Köszönöm a szót. Az előterjesztés a bizottságon megtárgyalásra kerül és egyhangra elfogadásra javasoljuk a képviselő testület részére. Megkérem a 20 ingert, hogy itt is tegyen a szó végkiegészítését. A Polgárőr Egyesület kamera telepítésének nyújtott be támogatási kérelmet, és a pályázatnak a feltétele egy olyan önkormányzati helyiségbérletnek a fennállta, amely biztosítja azt, hogy amíg a kamera rendszer kitelepítése nem kerül, addig a biztonságos őrzése és tárolása megoldott, és erre készült az előterjesztés, hogy ez itt az önkormányzat épületében, az egyik irodahelyiségben biztosított lenne a polgárőrség számára. Előzetesen ezt a bérleti szerződést a polgármester úr megkötötte, és ennek a jóváhagyását kérjük a képviselőtestülettől. Köszönöm a szóval egy egészítést. Jelzi asszony valamit? Van a bérleti szerződésben egy leírás, mert havi 100 forint, de utána az az 100 ezer, tehát azért ne adjuk ki havi 100 ezer, én örülnék, de ennyi pénzük úgyse lesz. Úgyhogy havi 100 forint a helyes szám a bérleti szerződése, úgyhogy ezzel a módosítással, ha nincs további kérdés észrevétel javaslat, teszem fel a határozati javaslatot szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem készfényújtásra ezzel. Megállapítom, hogy egy hangulag elfogadásra kerül. 9-es napi rendi pont. Javaslat támogatási kérelem elbírálására a Füzesemi Polgárőr Egyesület részére. Előterjesztője, de ő nincs itt. Röviden ismertetném, hogy 200 ezer forintot kért a Polgárőr Egyesület. Meghatározta, hogy milyen célokra kifizetni az önkormányzata felé fennálló tartozását, valamint működtetési célra kéri a többi összeget. A bizottság, ha jól tudom, 180 ezer forintot javasolt. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés észrevétel, vagy esetleg a támogatás összegére vonatkozóan más javaslat. Az önkormányzat részére milyen tartozása van? Irodányiség, irodányiség. Ezt elengedni van? Nem lehet. Ebből tudjuk kezelni. Hát magát a véletet esetlegesen el tudjuk, hogy mi legyen, de ezzel akkor a pályázatban másik. Jósítani a szerződést. Jó, további kérdés észlelődik. Amennyiben nincs, szabadásra teszem fel a határozott javaslatot, akkor ezzel életét kérem készfényítésre jelezni. Látom, hogy egy hangból elfogadásra kerül. Javaslat támogatási kérem elbírálására a Forrás Dégyon Cívon Egyesület. Kovács és Szűcsnagy mindenben szintén. Úgy látom, hogy itt a bizottság nyúlva a gyűjtetemes volt. Nem tudom, Tamás volt, vagy hogy miért. Kérhetek segítséget, hogy igen. Tehát Somogy Imre képviselőtársunk szerint ez az egyesület nincsen bejegyezve. Tehát még szívesen adnák nekünk. De azt mondja, hogy valami van a jelentésük. Nem tudom, hogy ez ügyben történt-e, mert előrelépésük meg lett-e keresve az egyesület vezetője.
Most ezután akkor meg lesz. Tehát röviden elmondom. Jó. Tehát természetesen minden egyesületnek a jogi helyzetével tisztában vagyok. Többek között ezután is utána néztünk. Jelenleg olyan kérelem megnyugtások elül, ezzel a bélyegzővel és felirattal, névvel a bírósági bejegyzés nem történt. Egy másik dolog szintén egy ilyen nagy hiba, hogy 1910-ben készült alapokirat kívül a bíróság honlapján nem emelhető föl egyetlen egy tagbírósnak a jegyzőkönyve sem. Tehát egy olyan egyesületről van szó, ami nincs tagsága és nem működik. Ez egy patinás egyesület. Nem 2010-ben? Bocsánat. Mondjuk ezt annyival kiegészíteni, hogy találtam saját bélyegzőnek a alapszabályot, tehát ilyetlenet meg lehet csinálva ez a... Tehát azóta már két alapszabályt kellett volna csinálni. Igen, és azt gondolom inkább, hogy hatályosítás maradt el a kötelező PTK, ami PTK szerint hatályosítás maradott el. Attól függetlenül, ha be van jegyezve, a panács nem kapott a törvénysértő eljárást, akkor ez csak alkoholjegyzem meg én. Ennek szerintem az a járjó után. Mit lapulja, hogy nem kap eljárást? Igen, ilyenkor, hogy most, tudom, mert most is zajlik még, hiába eltelt már 3-4, olyan sok az egyesült alapítvány, hogy most jutunk el a legjobb bíróságon észlelik, hogy ki nem csináltak a kötelező hatályosítást, ilyenkor törvénysértő eljárás van, de azt, hogy valaki erre hozza, akkor minden működhet tovább, elhúz, működik. Jó. Köszönöm szépen, akkor szerintem ezt tisztázok és hogy visszahozok, már úgy tudom, hogy még maradt támogatási összeg, nem sok. Pont azt akartam javasolni, hogy ezt a kérdésre is elmondani, hogy szólítsunk meg vele ilyen fordulásra, és be tudja mutatni, hogy akkor tényleg nem is. Le kell venni a napjegyzőt, és akkor nem tudom. Én is előbb el is utazítatjuk most, és utána vissza. Egyszerűen veszünk napjegyzőt, és jó fejek vagyunk szerintem. Nem ismerjük a körülményeket, tehát itt alaposabban kell megtenni. És rendszeresen. Csak az előterjesztőt lehet, hogy nem aki nem jól jönni. Akkor polgármester úr rábízom, mit csinálsz. Most nem is lehet előterjeszti az állat. Visszahozzuk úgy, tehát úgy módosítom a határozati javaslatot, hogy most elutasítjuk, és a iratok tisztázása után, meg a szükséges medikletek tisztbeadása után, akkor visszahozzuk a közöttes stratégiát. Jó? Tehát én most utasítom a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, hogy készítésre lesz. Most akkor jó, de tartózkodás, nem vélemény nincs. Egy hangra be. Javaslatára a kísérletes nincs. Támogatási kérdőnő megvilálására a Közösségi Zeneoktatásért Alapítvány. Itt 179.500 forintot kért az alapítvány, úgy látom, hogy a bizottság javasolta ennek az összegnek a megadását. Kérdezem, van-e valakinek más véleménye, más javaslata? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem készüljünk a sejjelzőn. A belépítom egy hangulag elfogadásra kerül. Javaslat támogatási kérem elbírálására a Bunyarex Német Juhász Kutya Egyesület részére. Itt 80.000 forintot javasolt a bizottság. Sört, az erősítő hangra, srácot szeretne venni, tehát ő szájvezet kér. Kérdezem, hogy van-e valami más javaslat, észrevétel a javasolt 80.000 forint támogatása kívül. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetét kérem kézinyújtásra jelezze. Megállapodásra elfogadásra került. 13-as napirendi pontunk. Javaslat hozzanak a felsőoktatási önkormányzati ösztöndi pályázathoz való csatlakozásra, a Rabbatra képviselőtársaság nem képviselő, de nincs itt. Ezt minden évben szeretnénk csatlakozni, és most is ezt szeretnénk, elő kell döntenünk október 3-ig, hogy indulunk ezen a pályázaton, hogy csatlakozunk-e hozzá, vagy sem. Ezzel kapcsolatosan a képviselőtársaságnak van egy kérdése, visszavétele. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyébként kérünk készülítésre jelezzen. Megállapítani egy hangról elfogadásra kerül. És akkor két egyebekben felvett napirendi pontunk következik.
hozzájárulása a Hunyerex Német Juhász Kutya Egyesület Közösségi Szervezet székhely bejegyzéséhez. A Ragó képviselő társam benne, de mivel nincs, akkor én ismertetem röviden, annyi, hogy a szervezet elnöke télen már fordult hozzánk, hogy a közösségi házba jegyeztessük meg a szervezetét, mert köztudomásul, hogyha magánházba jegyzik be, ott bizonyos költségekkel jár. Én javaslom, hogy jegyezzék be oda, de meghallgat a más vélemény kérdés észrevételhez kapcsolatosan. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetlen kérem készfényítási rendszer. Megállapítom, hogy egy hamarabb elfogadásra került. És nyilvános ülésünk utolsó napi rendi pontja, javaslat fizetési tervezés elfogadására. Munkaszvitát kell, hogy itt tájékoztatom a jelenlévőket és képviselőtársaimat, hogy itt egy jelentős adósság halmozódott fel, 72 millió forint a Hungaszvitel Kft. Felé, ez mind étkeztetés. Ennek megvannak a különböző okai, amit én nem taglalnám, de egyik legnagyobb oka az, hogy mivel az adóelő képességben, igencsak közéképp a 32 ezer forintot, itt jelentős megvonással sújtanak minket, tehát itt le van írva, hogy mennyit vannak vissza a kapott normatívától tőlünk az állam. Úgyhogy ez egyik oka annak, hogy nem tudtuk időben fizetni ezt a étkeztetést. Úgyhogy én tárgyalást kezdeményeztem a Hungaszvitel Kft. Ügyvezető igazgatójával, és kértem erre egy részletfizetési kedvezményt. Erről szól a határozati javaslat, hogy ezt a összeget mi december 31-ig kifizetjük. A jelen ütemezés szerint, tehát október 2-án 16.250.000 forintot utalunk. Október 15-én 16.250.000 forintot utalunk, és november 16-án 16.250.000 forintot utalunk. Ennek a fedezete a beérkezett és realizált adóbevételek, tehát ez biztosított. És van még egy fennmaradó rész, a 19.665.000 forint. Tehát erre is megvan az elképzelésünk, hogy miről fogjuk biztosítani. Ennek a fedezete a művelődési házunknál meghitelezett 40 millió forint lenne, amit még a mai napig nem kaptunk vissza. Tehát ott még hiányfutásban állunk, de reméljük, hogy ez már egy hónapon belül a számlánkra kerül, mert ez a pályázati pénz még nincs itt a hiánypótlások sora miatt. Úgyhogy röviden erről szól ez az előterjesztés. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan észrevétel, hozzászólás, más javaslat van. Sipos képviselő. Csak rákérdeznék, hogy ez a 72 millió forint az egy elég tetemes összeg. Az előző években is nyilván minden évben voltak ilyen 10-20 milliós nagyságrendek, és ez most hogy jött ez? Hogyan nőtt fel ez ilyen nagy mennyiségre? Még tavaly még ilyen 20-30-ról beszéltünk. Hát ez a bezintbe keletkezett főleg, mert a tavalyi évről 30-32-t hoztunk át körülbelül, és ebben az évben keletkezett, mert sajnos a gyerekérkeztetésből sem folyt be térítési díj. Kapunk az államtól 503 forintot egy adag, vagy egy napi ebéd vagy étkeztetéshez, a háromszori étkezéshez. Ezzel szemben 940 forint a szolgáltató által kiszámlázott díj. Tehát ott van 400-nehány forint, amit ha arra vetítünk, hogy 340 gyerek, aki ingyenesen eszik, és éves szinten ebből. Tehát térítési díjbevételünk nagyon minimális. Aki fizet, az töredéke az igénybevevőknek. Az egyéb a pénzünk, az az igazság, hogy az pedig elment a rezsiköltségekre, bérre, járulékra, ami befolyt pénzünk. De normatíva mértékben változás nem történt? Normatíva mértékben nem, tehát ugyanaz, mint a tavalyi volt. Igen, tehát nem változott. Igaz, hogy nem változott a szolgáltató által, biztos által a díja se változott, de a gyerekétkeztetések, tehát a gyerekétkezők száma az nőtt jelentősen,
És a gyerekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek száma egyben nőtt, tehát nagyon kevés az, aki térítési díjat fizet. Sajnos még azt is elmondhatjuk, hogy aki térítési díjra fizetésre kötelezett, még abból is kint lévőségeink vannak, tehát nem tudják a szülők fizetni. Mennyivel nagyobb az? Hát olyan 70-80 fő körülbelül. Körülbelül, mert Cifre úrra nézek, mert a gazdasági irodához tartozik ez a létszámok pontos nyilvántartás, azért mondom, de jelentősebb. Most is, ha megnézzük, tessék, ez a jövőben is feladatot fog jelenteni, és nem csak nekünk, hanem minden önkormányzatnak, hogyha adóerő képessége meghaladja azt az átlagot, amit számítanak, akkor itt az állami megvonások jelentősek. És ha a képviselőtársai megnézik a lejátszállítói állományok alakulásáról kiosztott tájékoztatót, azért felénk lévő tartozás is igen jelentős meghaladja ezt a milliót. Tehát ez is az egyik oka, tehát ez több tényezőből áll össze. Tehát ott is egy kicsit majd keményebbnek kellene és be kell hajtani ezeket a tartozásokat. És így van, tehát ott is, ahogy néztük, a fizetési hajlandóságban is van, tehát a adómi részek fizetési kedvezmény, de a több százezres elmaradásoknál már 5000 forintjával törlesztve, akkor ez idő is. Idő. Jó, további kérdés? És szerintem, amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a tárgyat javaslatot, aki ezzel egyetért kérem készményítésre érkezni. Egy hangulat elfogadási terület ülését végére, nagyon szépen köszönöm a munkát, a részvételt, további szépen, kívánok 5 percet.